A hazai és a világpiaci eladatlan dohánykészletek folyamatosan növekszenek. Ennek következtében a magyar dohány egyre kevésbé keresett, és vannak olyan forgalmazók, akik a korábbi gyakorlattal ellentétben mára-már egyáltalán nem vásárolnak tőlünk dohányt. Ezzel kezdte beszédét Bittner Imre, az ULT Magyarország ZRT vezérigazgatója nyíregyházi konferencián. Ezt követően bejelentette, az idei évben kevesebb termőterületre és kevesebb mennyiségre kötnek majd szerződéseket a dohánytermelőkkel. Az elmúlt több mint 100 évben nem nagyon fordult elő, hogy ilyen drasztikus csökkentése kerül sor. De a készletfelhalmozódás miatt ebben az évben jelentősen csökkentjük a dohánytermelő területet és hozzátartozó mennyiséget. Praktikusan ez azt jelenti, hogy a bőli mennyiségünk 1000 tonna per éves szerződéssel számol. Ugye összehasonlításként ez 2500 tonna szokott lenni egy átlagos évben. A Virginia egy 3500 tonnás szerződött mennyiséggel számol, ami szintén egy 5500-6000 tonnához képest jelentős csökkenés. Ez azt jelenti, hogy első körben átmeneti évnek tekintjük a 2016-ot, minden termelővel szerződni kívánunk, az elmúlt 3 éves átlag termésük alapján korrigáljuk a területet. A tavalyi évben 4147 tonna Virginia és 1975 tonna Burley dohányt vásárolt fel az ULT Magyarország. Ez a megközelítőleg 1600 tonna, 30%-kal kevesebb a 2014-ben felvásárolt mennyiségnél, azonban ennek a jelentős része raktáron maradt a 2014-es eladatlan készletekkel együtt. Megpróbáljuk kormánnyal együtt ebben az évben elérni, hogy a meghatározó nagy multinacionális vevők közül térjenek vissza Magyarországra, magyarországi dohányvásárlási piacra, és akkor 2017-ben újra vissza tudjuk emelni ezeket a területeket, mennyiségeket a korábbi évek szintjére. Sajnos, ha ez nem fog sikerülni, akkor 2017-ben tovább romlik a helyzet, hisz az ULT Magyarország ZRT-nél egész biztos bőrli dohánytermesztési szerződések nem lesznek megkötve. Ez ugye azt jelenti, hogy a legtöbb kis termelő ezt a szegmenset érinti, és további csökkenés várható a Virginia dohánytermelő területeknél is. Ez azt jelenti, hogy ilyen 2000 tonnás mennyisége lehet számolni 2017-ben. Az idei évben a Virginia esetében várhatóan 1500-1600, a Burleynél 500-550 hektáros területre fognak szerződést kötni a termelőkkel. A szerződő termőterület korábban 2800, illetve 1200 hektár volt.